A magyar kormány kész teljesíteni az Európai Unió valamennyi elvárását, hogy végleges megegyezés szülessen, és Magyarország végre hozzájuthasson a Brüsszeltől remélt összes pénzhez. Ha kell, visszahívják az alapítványi egyetemek kuratóriumaiból a politikusokat az Erasmus program folytatása érdekében. Közben rendelet született arról is, hogy a korábbi kormányzati döntés ellenére Magyarország mégis igényli a helyreállítási alap 3700 milliárd forintos hitelkeretét. Az a 180 ezer magyar diák, aki ma az alapítványi fenntartású egyetemekre jár, nem kell, hogy attól tartson, hogy az Erasmus programból bármilyen formában is kiesik. Tájékoztatta az újságírókat Navracsis Tibor Brüsszelben. Korábban is tudható volt, hogy a kormányzati politikusoknak távozniuk kell a kuratóriumokból. A miniszter az Inforádiónak az Unió egy másik kéréséről is beszélt. Valaki bekerül egy kuratóriumba, akkor nincsen felső határa. Ezt fontoljuk meg átalakítani valamilyen határozott időtartamú megbízásra. A DK árnyék külügyminisztere szerint az Unió nem véletlenül támasztotta ezeket a feltételeket. Nyilvánvalóan Európában máshol nem fordult elő, hogy egy kormány egy csapásra lefejezte volna az egyetemek vezetőségét, és ott kizárólag pártkatonákkal a saját politikusaikkal töltötte volna meg. Navracsis Tibor feladatai tovább gyarapítja a szerdán megjelent kormányrendelet, amely szerint Magyarország a korábban közöltekkel ellentétben mégis lekívánja hívni az Unió helyreállítási alapjának 3400 milliárd forintot kitevő hitelkeretét. A kormányfő decemberben még ingerülten nyilatkozott arról, hogy Brüsszel befagyasztotta a pénzek egy részét. Az egész eljárás az Európai Unió egysége és jövője szempontjából a legbrutálisabb szabotás. Végül megegyeztek a felek a 27 úgynevezett mérföldkörről, melyek teljesítése esetén Magyarország hozzájuthat a pénzekhez. Navracsis Tibor most már késznek mutatkozik valamennyi brüsszeli elvárás teljesítésére. A gazdaságnak a szakértő szerint nagy szüksége van a forrásokra. Csak a nagyságrendet, hogy érzékeltessem, ugye tavaly a magyar gazdaság energiaszámlája az nagyjából 10 milliárd euróval ugrott meg, tehát nagyjából pont akkora volumennel, mint amely hitelkeretet most kedvezményesen elérhetné a magyar kormány. A DK történteket úgy értékeli, hogy a kormány meghátrált. A helyreállítási alapból származó hitelt nem is olyan rég még a soros terv részének minősítette Orbán Viktor. Most úgy tűnik, hogy ehhez a soros tervhez fordul, mert ennyire kell neki a pénz. Kerestük a Területfejlesztési Minisztériumot. Válaszukban arról tájékoztattak, hogy a kormány a szankciók okozta energiaválság miatt határozott úgy, hogy megváltoztatja korábbi döntését és lehívja az EU helyreállítási alap hitelkeretét.